Szeretettel köszöntök mindenkit. Amit ígértem, akkor innentől kezdve ilyen kicsit egyre nagyobb, egyre szebb és egyre izgalmasabb hajók jönnek, ahogy Laci fogalmazta, nőnek a tétek. Ez kétségtelen igaz, ez pénzügyileg is nőni fog, meg innentől kezdve a hatalom kérdésében is nőni fog az egész, hogy mind meg hogyan változik. Meg az előadás hosszában is látszani fog, mert eddig olyan 40-50 szlájd között megúsztuk, most 61 lesz, ami azért nem olyan egyszerű, de ígérem, hogy sietni fogok, meg sokat fogunk bozizni, meg szépek a hajók. Már nekem tetszenek legalábbis. És próbálok úgy mérséket mennyiségbe sztorizgatni, mert lesznek még majd a hadi eseményekre is bőven ilyen, hogy mondjam, ludasmatyiba és egyéb viclapokba illő néha elég fájdalmas sztorik, amiket így a flottánál sikerült alkotni ebben a korszakban. De mint mondtam, ugye az első világháborúban, amikor ugye mindenki tudja, hogy a puding próbálja az evés, és hát a Dreadnought az első világháborúban ugye 1914 és 18 között vetették be először, és 1905-ben született meg maga a technika. Azaz egy nem 10 éves technikával mindjárt élesbe harcoltunk, és azért ennek megszoktak lenni a következményei. Kétségtelen igaz, hogy ez nem precíziós technika, meg nem modern fegyver, mint ma, hogy 300 kilométerről, vagy 80-ról, vagy 90-ről oda talál. Itt összetették az emberek a kezüket, a 10 kilométerről betalált, és hát az is nagyon nagy szónak számított a maga idejében. Akkor, mint ígértem, ugye a Dreadnought verseny következik, a világtörténelem talán leglátványosabb, és minden bizonnyal a legköltségesebb fegyverkezési versenye. Mondhatjuk azt, hogy a mai korszakunk atomfegyverkezése az egyenrangú ezzel, de ha igazából hogy átszámítanánk aranyra ezeknek a hajóknak az értékét, akkor rájönnénk, hogy a mai atomrakéták ehhez képest, hogy mondjam, a fasorban nincsenek. Olyan szinten drágák voltak ezek a hajók a maguk korszakában, a maguk idejében. Majd egyszer talán eljutunk az ilyen hiperintelligens fegyverekkel majd oda, hogy újra tudunk egy ilyen minőségű fegyverkezési versenyt felállítani, bár én ezt szoktam azt mondani zárójelben, hogy ezt nem biztos, hogy mi annyira akarjuk. Akkor maga a Dreadnought, mint hajótípus. Ugye a Dreadnought az egy hajó is volt, ezt az elmúlt alkalommal már megmutattam a hajót, viszont ez olyan jól sikerült típusnak bizonyult, hogy ez automatikusan átment a tulajdonnév sima főnévvé, hogy így mondjam, és így egy hajótípust is elneveztek róla. A főtűzérség az a hajó, ahogy ugye próbáljuk meg definiálni. A főtűzérsége a hajó középvonalában, lövegtoronyban elhelyezett nagy ágyúkkal felszerelt hadi hajótípus. Ez a az angol szakirodalomnak a nagyjából egészében megpróbáltam áthozni magyarra, nem feltétlenül sikerült maradéktalanul. A lényeg az, hogy ugye legalább 280 mm-es ágyukról beszélünk, ez az All Big Gun Battleship, körülbelül 20 csomó sebességgel halad, a páncélzata az változó, attól függ, hogy ugye vastagabb, vékonyabb, hová építik be a páncélzatot, erről majd külön lesz egy dia, ahol megmutatom a formái, és hogy nevezik. Nagy-Britanniában, ahol ugye megalkották ezt a típust, ott ugye a Dreadnought az egyenlő volt a Battleship vagy Battlecruiser megközelítéssel. Németországban sokkal izgalmasabb a kérdés, ugyanis a németek valódi csatahajót, így mint Schlachtschiff, azt csak a náci Németország használja, és következetesen 4 hajóra, a Scharnhorstra, a Gneisenauerra, a Bismarckra és a Tirpitzre, az, amit a Kriegsmarine-nek az állományába tartozott, az összes többi az nem Schlachtschiff. A németeknél használatos az úgynevezett Großkampfschiff, ugye ez a nagy hadihajó, vagy a Linienschiff, azaz a sorhajó. A sorhajó elnevezés az ugye tudjuk Nelson admirális óta flottáknak a nagy részét azt a sorhajók alkották, és ugye a legmagasabb kapitányi rang az ugye a sorhajó kapitány. Az egyébként, ha úgy vesszük és szárazföldre számítjuk át, akkor körülbelül az ezredes ranggal egyezik meg. És
ez a német elnevezése. Az amerikaiak, a franciák, az olaszok, a japánok, az oroszok és az osztrák-magyarok, azok mindannyian Trödno elnevezéssel illetik a saját flottájuk számára épített hajókat. Ezek azok az országok, akik építettek Trödno típusú csatahajót, és ezen kívül még természetesen voltak olyan országok, akik vásároltak. Ezek a dél-amerikai országok lesznek. Ugye tudjuk, Brazília és Argentína maga dél-amerikai Trödno versenyét is megejtette. Brazília az Nagy-Britanniától vásárolt, Argentína az Amerikai Egyesült Államoktól. Ezen kívül még Chilének is jutott egy Trödno típusú csatahajó, az Almirante La Torre. Az egyébként szintén Nagy-Britanniából származott el, az egykori Kanadát keresztelték vissza Almirante La Torre-ra, és akkor innentől kezdve a chilei flottánál szolgált. Egyébként nagyon-nagyon szép kort értek meg ezek a Trödnók ezekben az országokban. Nem azért, mert annyira korszerűek voltak, meg annyira jók voltak, hanem mert nem volt mire cserélni őket. Ugye ezeknek a kicserélése ugye igen sok pénzbe kerül, meg hát ezeknek a hajóknak a beszerzése sem volt kevés. És így ezek a dél-amerikaiak például az 1950-es évek végét, 60-as évek elejét is problémamentesen megérték az 1910-es évek technikájával. Jó, hát azóta kicsit főturbozták őket meg, stb. A legszebb kort egyébként nem ez, hanem a Törökország által Yavuz Sultan Selim, aztán ha ez már nem volt jó, akkor csak Yavuz Selim, aztán a végén már csak Yavuz, ez kegyetlen, névvel illetett német csatacirkáló, vagy német Trödno típusú hadihajó a Gőben érte meg, amely 1914-ben a földközi tengeren ragadt a háború kitörésekor, és utána befutott Isztambulba, és ott fejezi be a karrierjét. Egyébként a császári német flotta utolsó relikviája az a Gőben volt kvázi, és egyébként Törökország annó felajánlotta az NSZK-nak, hogy vásárolja vissza, akkor az NSZK az nemet mondott rá, az NDK-t erről az opcióról természetesen nem kérdezték meg. Így aztán csak egy darab propeller maradt utána, amit ma is egyébként kiállítottak, és a törökök ma is óriási tisztelettel adoznak a Gőben és a Gőben teljesítménye előtt. A Trödnónak a prototípusa, ugye John Fisher tengernagynak a koncepciója volt, ugye, vagy Jackie Fisher, ahogy emlegették. A tengernagy egy nagyon-nagyon érdekes figurának számított, egy igazi, sokan azt mondták, hogy a szelídíthetetlen oroszlán, ahogy nekiállt és a magas stílusába felborogatta a Royal Navy-nek az 1900-as évek első pár évében meglévő nyugalmát. Azért azt tudomásul kell venni, hogy 1805 a Trafalgari győzelemtől 1905-ig igazából a Tirpidzi első kihívástól eltekintve gyakorlatilag Nagy-Britanniának komoly ellenfele a világtengereken nem volt. És ehhez ugye Fisher érezte, hogy a németekkel szembe veszíti az előnyét a brit flotta, és ezért úgy döntött, hogy egy olyan hadihajót akar építeni, amit anno az 1800-as évek első, hogy mondjam, negyedében a britek megépítettek. Ez volt akkor két acéltestű hadihajó, a Black Prince és a Warrior, mert ahol ezek a hajók feltűntek, ott az ellenfélnek nem volt semmi keresnivalója. És ő úgy döntött, hogy akkor megépítik a Trödnót, a csak nagy ágyunkkal felszerelt csatahajót, és akkor ez, ahol megjelenik, ott újra biztosítja a brit koronának az elsőségét. Csak ezzel volt egy probléma, a Warriorhoz nem volt meg a technikai feltétel, hogy lemásolják, csak évtizedekkel később. A Trödnóhoz meg gyakorlatilag 5 éven belül már szinte mindenki másolta. És ez azért elvezetett oda, hogy Egyébként maga a koncepció nem volt teljesen, hogy mondjam, ilyen légből kapott, meg ilyen csodaként előhozott valami. Ugyanis a Caniberti típusú elrendezés egy olasz hajóépítő mérnöknek a hajótervét itt a felső képen láthatjuk. Ő már kialakított egy csupa nagyágyúkkal felszerelt hadihajót. Neki az volt ugye az elképzelése, hogy ugye minden irányba négy
nagy darab ágyúval, ez 305 mm-es, azaz 12 hüvelykes ágyúval, 280 mm egyébként a 11 hüvelyk. Akkor a brit hajóknál ugye az volt a lényeg, hogy minél gyorsabban lehessen tüzelni. Egy ilyen ágyúval elméletileg kb. 20 másodpercenként lehet egy lövést leadni, de a lőtávolság az jellemzően ilyen 1 perc körüli, 50-60 másodperc attól függ. Azaz, most lőhetek 20 másodpercenként, de akkor csak minden második, harmadik lövésem, amit célzott, az összes többit azt csak úgy elereztem a vakvilágba. És ennek az a következménye, sőt ebben az időszakban még van, hogy az ágyút beállítják, de nem lehet ugye betuszkolni a lövedéket, hanem azt simán be kell állítani egyenesre, akkor megy be a lövedék és újra visszaemelni a csövet. Azaz ez a 20 másodperces elméleti tűzgyorsaság, ezt kezeljük fenntartásokkal. És a briteknél volt egy olyan szokás, hogy ők legyen kéznél a lőszer. És ugye ez alulról, a lőszerraktárból ugye elsőként berakják a liftre a magát a lövedéket, azután berakják a kivetőtöltetet, a kortitot. Ezek ilyen hatalmas, ilyen dobszerű, fehér, jellemzően sejembe, kezdetben, utána már mindenbe, a szövet jellegű dologba becsomagolt lőport, és utána ezt felszállítják, ugye előre megy a lövedék, utána a kordit, lezárják, és kapja a gyújtást, és utána lő. A briteknél az a szokás, és hogy ugye egy csapóajtó volt a lift rendszerben. És ha véletlenül ugye a lövegtorony kapott egy találatot, és itt berobbant, akkor a láng az szépen itt lefelé elindult a lőszerraktár felé. Most ha leért, az kellemetlen, ha nem, akkor még volt esélye a hajónak megmenekülni. A németeknél viszont ez egy annyit változtatnak, és ez mutatja azt, hogy azért Tirpitz gondol a stabilitásra, hogy kétszintű a csapóajtó. Azaz fönt is van egy, és lent is van egy, és ezek közül ellenirányba nyílnak. Azaz, hogyha fölülről éri a légnyomás, akkor elkezdi beszorítani az alsókat. Azok nem fognak csak úgy kiengedni, azaz így mind a lövedék, mind a kordit sokkal nagyobb biztonságban van. Ez mutatja azt, hogy például még brit hajó az első világháborúban is robbant fel lövegtorony találat, és ebből következően lőszerraktár robbanás miatt, a németekre ugyanez nem mondható el. Ott is volt lőszerraktár robbanás, de az más miatt történt. Az gyakorlatilag sima hiba, semmi más. No, miután megszületik a dreadnought, mindenki azt mondja, hogy hát ez a húscsomóval haladó páncélkolosszus, ez nem olyan jó, és kéne valami gyorsabb, szintén nagy ágyúkkal felszerelt hadihajó, amely az ellenfélnek a könnyű és gyors egységeit elfogja, és így megszületik a gyors dreadnought, vagy hát ahogy a britek nevezik, a csatacirkáló koncepciója. Ez lesz az Invincible osztály, a briteknél az első. Mérete megegyezik a csatahajóval, a sebessége az 5 csomóval körülbelül, 5 csomóval nagyobb. Ennek az az oka, hogy egy erősebb hajtóművet kap, gyengébb fegyverzetet kap, gyengébb páncélzatot kap, ebből következően érthetően sebezhetőbb lesz. Karcsú hajótest, ugye tudjuk, jellemzően oldalsó tűznél, ugye az oldalsó tűz az megbillenti a hajót, azaz pontatlanabb lesz a tűzvezetés, és viszont ugye a sebességéből következően sokkal jobban manőverezik, de hogyha soros harcba beállítják őket a sorba, akkor most kilépsz a sorból és úgy manőverezel? Azért a brit flottánál igen komoly szidás járt, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Szóval, ha soros harcba bevetik ezeket a csatacirkálókat, akkor automatikusan elveszítik az összes előnyüket, és onnantól már csak az a probléma, hogy na, akkor szembe kerültél csatahajóval, ami igazából sokkal erősebb, mint te. Ennek is meg lesznek a maga fájdalmas következményei. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy csatacirkálót igazából a britek építenek, utána van, aki próbálkozik vele, például az oroszok, aztán a Szovjetunióba lebontják, mert hogy azok nem kellenek. Az amerikaiak mindössze kettőt építenek, de soha nem vetik be, mert 1945-re készülnek csak el.
de ők már a csatahajókat is olyan gyorsan tervezik, hogy mint szükségű csatacirkálóra. A japánok építenek valamennyit, de azt inkább olyan félig csatahajó, félig csatacirkálóként kell értelmeznünk. A franciák, hát fogjuk rá, építenek. A németek építenek, de ők páncélos cirkálóként könyvelik el őket. Azaz, ez a csatacirkáló, ez, legyünk őszintén, ez egy kicsit olyan brit agyrém volt. Ez volt Fischer tengernagynak egyébként az igazi agyréme. Erről majd úgy születik egy-két nagyon-nagyon érdekes hadihajó koncepció ebben a témában. No, Tirpitz válasza, itt látható a képen egyébként. Ugye, ez egy korabeli karikatúra. Ugye itt Amerika, Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Japán. Ugye értelemszerűen pókereznek, és mindenki megteszi a tétjeit, hogy akkor ki mivel játszik és meddig. Hát, ugye látható, hogy itt van szép számba, ez az, amit be lehet tenni a középre. Természetesen Németország beszáll a Drönó versenybe. A német változások annyi, hogy eleve kisebb és zömökebb hajótestet fognak építeni, ebből következően viszont expanziós gőzgéppel lehet hajtani. A főfedélzetig teljes mélysejt szerkezetet kapnak, a britek azok nem kapták meg a főfedélzetig ezt, ők csak a páncélfedélzetig, láttuk ezt a trapéz alakban lenyúló részt, ők csak addig kapják meg, vagy a vízvonalig, tovább nem. Kisebb ágyukkal állnak fel, de zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ebben az időszakban a Krupp-nak a 280-as ágyúi, azok egyenértékűek voltak a brit 380-asokkal. Porttávolságban, azaz igazából nincs miről beszélni. Fordulékonyabbak lesznek a hajók értelemszerűen, pontosabb lesz a tűzvezetésük, ugye eleve a zömökebb hajótestből eredően. Alapvetően Németország még mindig védekező taktikával van gondolkodik. Maradnak a régi alapelvek, azaz a rizikógemánken, hogy csak addig kell építenünk a német flottát, ameddig már olyan kihívást fog jelenteni a Royal Navy számára, ami a világ elsőségének az elvesztését jelent, és akkor automatikusan megadja nekünk az egyenrangúságot. Ugye tudjuk, ez nem jön be. A Reichstag az továbbra is hajó osztályokat szavaz meg, ugye nem kispályáznak, és Dreyer tempó, azaz évente 3 egységet legalább át kell adni a flottának. Annyi, hogy eddig évente 3 egységet, most már legalább 3 egységet kell átadni. Szóval többet lehet. Több is lesz. No, és akkor az első német válasz, az a Nassau osztály lesz. Ugye Wilhelmshavenben, Brémában, Stettinben és Kielben építik a hajókat 1907 és 10 között. A Drödnónak a tervei alapján készülnek el a Nassau osztálynak a tervei. Ugye a Nassau, a Westfalen, a Posen és a Rheinland. A Westfalent építik az osztály zászlós hajójának. Ugye 18.873 tonna teljes terheléssel, ami zárójelbe utána jön. Ugye látható, hogy rövidebb, szélesebb hajóról beszélünk, és ugyanúgy egy ilyen, igaz, ilyen díjbirkózott kiállásuk van. Ugye 12 darab 280 mm-es oldalsor tüzet 4 ágyúval tud leadni, előre-hátra. Vagy bocsánat, 4 lövegtoronnyal oldalsor tűz, előre-hátra pedig 3 lövegtoronnyal tud sortüzet adni. Viszont a németek azok nem vetik el a másodlagos fegyverzetet, azaz itt a középen látható lövegkazamatába egyesével beépítenek 12 darab, ugye erre az oldalra 6, meg a másik oldalra is 6 darab 152 mm-es, 16 darab gyors tüzelőágyú plusz 2 darab légvédelmi ágyú, ekkor már Zeppelinek voltak, és azt vallják, hogy hát az angolok is építhetnek Zeppelint és le kell lőni, és akkor úgy jön 2 darab 88 mm-es légvédelmi, torpedók minden hajóra raknak, ugye 22.000 lóerőt tudott, és ezek körülbelül 19,5 csomó sebességig volt jó. Ezzel egyébként a flottának ezek lesznek a leglassabb hajói. Az áruk az ugye 37 millió birodalmi márka körül van. Azt szeretném jelezni, hogy az előző előadáson itt az E betű lemaradt, és következetesen 30 ezer meg ilyen összegekről beszéltem, nem, hogy 3 nullát hozzá kell tenni. Ennyi volt a hiba, bocsánat, de ezt következetesen elkövettem. Ugye ennyi ezerre több. És nem tudom, hogy miért sikerült lehagyni, csak úgy helymegtakarítás jellege lehúztam az E betűt.
ugye itt mindjárt három helyi értéket tévedtem. Ugye azt azért zárójelben jegyzem meg, hogy ez 37 millió darabokként, azt hozzáteszem, ez horribilis pénznek számított abban az időszakban. Amit a jellemzésükként elmondtak, hogy közepes tengerjárók, nagyon könnyű kormányzással, viszont heves mozgással. A heves mozgással azt jelentette, hogy viharban azért tisztességesen tudtak dülöngélni. Viszont ugye nagyon könnyen lehetett kormányozni őket, az egy minimális kormánymozdulatra is problémamentesen fordultak. Ugye ez mind a gyors irányváltoztatásokra alkalmazott, alapjában véve védekező taktikának a következménye. Ugye itt látható a Nassau, 1909-es képen, ez Erik Gröner admirálisnak a flotta almanakja. Ugye német precizitás, de rajzolja, hogy mibe különböznek egymástól a hajók. Most erre szoktam azt mondani, hogy révkalauz legyen a talpán, aki ezt belövi. Halál precízen, hogy na, akkor most pontosan melyik hajóról van szó. Én mindig azt mondtam, hogy a kép aláírás el kell hinni. Az úgy jó. Van, amikor úgy észre lehet venni, de ezek a hajók nem az az eset. Ugye, és akkor az első a névadó hajó, a Nassau. A felső képen a propaganda képes lap látható. Ugye, német tartományról. Alul pedig, amelyik kép nekem tetszett, választottam egyet. És ezek különböző képek szoktak lenni. Zárójelben jegyzem meg a későbbi hadihajókról, azokról sokkal kevesebb kép maradt fent, mint az első két osztályról. Akkor ez lesz a Westfalen. Itt ez a propaganda képes lap. Akkor itt a Westfalen, amint halad a tengeren. Akkor a Rhineland. És a Posszán. A következő hajó, ez egy, mondhatom azt is, hogy egy torszülött. Ugyanis a németek jó szokásához híven kémkedett, és ugye a németek megtudták, hogy a britek építik a csatacirkálókat is, és az Invincible osztálynak a mintájára ők is terveztek egy csatacirkálót, de tévedésből, mert ugye azt mondták, hogy hát arra 240 mm-es ágyukat fognak felrakni, mint a régi páncélos cirkálóknak a fegyverzetét. Ezért ők is páncélos cirkálóval álltak ki, és így megszületik a Blücher, a Trödnó születése után tervezett és megépített egyetlen pre-Trödnó típusú hadihajó. Ugye ez egy 15 000 tonnásnál nagyobb hajóról beszélünk, szintén a fegyverzete, az 12 darab 210 mm-es ágyú. Ugye ez a csatacirkálók ellen kevés, a páncélos cirkálók ellen meg sok. Ugye ezt 6 darab ikerlövek toronyba helyezték el, kapott még 8 darab 150 mm-es, a gyors tüzelők meg a torpedó az oké, 25,4 csomós sebességet, egy viszonylag komoly teljesítménnyel. Jó, kidobtak rá 28,5 millió márkát. Az igazi, ugye jó tengerjárónak, jó manőverezőnek tekintik, viszont nehezen fordul. A német csatacirkálók vagy páncélos cirkálók, azok mind négy hajó csavaros elrendezéssel épülnek, ugye két kormánylapát négy csavarral, azok mind alapjában véve nagyon-nagyon nehezen fordulnak. Ez ennek a rendszernek a tulajdonsága, gyorsabbak, de nehezebben fordul, ezt tudomásul kell venni. És különösen a megfordulás az, ami problémát jelent a számára. Van, hogy mit tudom én, beforgatták a kormánylapátot, és akkor utána 160 méterrel kezdett csak fordulni a hajó. Azért az jó, nyílt tengeren nem számít, azért kikötőbe elgondolkodható. Most akkor gondolkodott egy 200 métert nekem százat. Az nagyon-nagyon rossz. Ami viszont még fontos, és egyébként ez lesz a Blüchernek a veszte, hogy próbáltak költséget csökkenteni, és az előrenéző kettő darab lövegtoronynál építik ki csak a lőszeraknát, és a hátranéző oldalsó lövegtornyokhoz
egy lőszerszállító sinnel viszik az anyagot. És ennek viszont lesz egy olyan következménye, hogy itt gyakorlatilag a fedélzet alatt közvetlenül a felső kazamatába közlekedik a kordit. Ez lesz majd egyébként a hajónak a végzete mindjárt a Dagenbenki csatában, hogy ide sikerül betalálni a briteknek. Meg sok más egyéb is, például hiba volt egyáltalán elvinni Dagenbenkhez, de hát ezt az apróságot azt nézzünk el ettől. És ugye ez a Blücher, felső kép a propaganda képes lap természetesen, alsó képen meg egy 1914-es képe, amikor a felderítő flottához besorolták. Következő, az első, mondhatom azt, hogy német csatacirkáló, az a von der Tann. Épült Hamburgba 1908 és 10 között. Ja, egy hajója volt a hajóosztálynak, ugye már átlépte 20 000 tonnát, amikor teljes terheléssel közlekedett. Ő azért már nagyobb, fegyverzete az 8 darab 280 mm-es, ugyanaz, mint az Invincible. Nem, a fegyverzetnek az elosztása is ugyanaz, csak itt 280-as ágyukkal felszerelt hajóról beszélünk, nem 305 mm-esre. Ennyi a különbség valójában. Ugye közepes tüzérség van, azután van kis űrméretű légvédelmi is, és 4 darab torpedó természetesen. 27,4 csomó a sebessége, ez gőzturbinás hajó egyébként, ezt hozzáteszem, ez nem expanziós gőzgépet kapott. 42 000 lóerőt tud, hát 36,5 millió márkába került. Ugye jó tengerjáró, viszont lassú a mozgása és nehéz a fordulása. Ez ugye alapból benne van, ez megint a négy hajócsavaros történetnek a következménye. Ugye a von der Tannról ez a típuskönyvbeli képe, és akkor itt a propaganda képes lap, meg szintén a felderítő flottában a képe. A következő hajóosztály az a Helgoland osztály lesz. Ugye a németek logikája az, hogy ésszel emelkedjünk, az nem kell mindjárt mindent azonnal a következő technikai újítást beépíteni a következő hajóba, vagy hajóosztályba. Ezért az előző Nassau osztálynak a terveit veszik elő, és a 12 darab 350 mm-es ágyút kap, ugye 6x2 darabot, ugye a Nassau-nak 6x280-asai voltak. Ugyanaz a lövegelrendezés, ugyanaz a hajónak a felosztása, közepes tüzérség nagyjából ugyanaz, légvédelmi tüzérség és kis űrméretű szintén ugyanaz. Torpedó kapott 21,2 csomó, 28 000 lóerővel. Át az áruk az nő, ugye itt már kicsit tovább, több mint 45 millióig eljutunk. És ugye a hajóosztálynak a tagjai a Helgoland, az Ostfriesland, a Thüringen és az Oldenburg. Az Ostfrieslandet építették a hajóosztály zászlós hajójának. Ugye Kiel, Wilhelmshaven, Bremen és Danzig, és 1908 és 12 között készültek el ezek a hajók. Ugye kitűnő tengerjárók, erős a mozgásuk és könnyű a kormányzás, az erős mozgást ezt úgy kell értelmezni, hogy viharos időben azért dobálta a hajót. Az erős mozgást azt így kell mindig értelmeznünk ebben az esetben. Könnyű kormányzás azt jelenti, hogy gyakorlatilag kikötőn belül problémamentesen tudott vontató nélkül is manőverezni. Ez sokat számít, hogyha, mit tudom én, gyorsan kell kijönni a kikötőből, mert akció van, és akkor sietni, akkor ezek a hajók előnyben voltak, mert akkor azok viszonylag gyorsan ki tudtak jönni. Ugye itt a... Bocsánat, ez az Ostfriesland. Itt annyira nem volt különbség a hajók között, hogy a szószoros értelemben semmi. És akkor itt a Helgoland. Az Ostfriesland, az Ostfriesland Zeppelinnel. Egyébként érdekes módon az Ostfriesland az ilyen téren nagyon sokszor találkozik a légierővel, mert majd az első világháború után egy légibombatámadás célhajójaként süllyesztik el az amerikaiak. Akkor a Thüringen és az Oldenburg.
Ugye látható egy érdekesség, hogy ugye, míg a Drodno az ugye hirtelen így fölemelkedik, ugye a parancsnoki híd és utána le, ez egy ilyen szépen, ilyen lapos, elnyújtott, mérhetetlenül kicsi felületet mutat az ellenség felé. Az, hogy még a parancsnok is tornyot se legyen olyan egyszerű eltalálni. És itt jó helyen van az árbóc, minden esetben. A britek érzet tartott egy ideig, még rájöttek, hogy hova kell tenni. A Drodno építésnek a hadtörténelem során 5 generációját különítjük el. Ebből az első világháborúig 3 generáción leszünk túl. A második világháború előtt van a 4. generáció és a második világháború alatt az 5. generáció Drodnók. Ugye de 5. generáció Drodnót azt igazából Nagy-Britannia épített egyet, Amerika 4-et, Japán 2-t, aztán többiek nem. A 4. generációst azt ugye tudjuk, az többet is. A második generációra visszatérve, az a brit Neptun osztálytól tekintik. Valójában Neptun osztály az eredetileg többet tervezett, de csak egyetlen egy hajó készül el belőlük, mert utána tervmódosítás is törlik a többit, a többi megrendelést, hogy elkezdenek egymás fölé elhelyezett lövegtornyokkal dolgozni. Ugye ez azt jelenti, hogy az egymás fölé helyezett lövegtornyokhoz sokkal kevesebb lövegtoronyra van szükség, és az oldalra kihelyezés azt meg lehet oldani, mert innentől kezdve már át lehet fordítani, és ugye át lehet lőni a hajón. Azaz sokkal jobb lesz a rendszer, pontosodik a tűzvezetése is a hajónak, viszont van egy probléma, meg kell oldani a lőszerszállítást. Ugyanis a felső lövegtoronynak a lőszerszállító aknája a sokkal hosszabb, és itt a lövegtorony tövében, a fedélzetnél nagyon-nagyon sebezhető a hajó. Ez az a hely, ahol problémamentesen lehet végezni mindegyik Drodnóval, hogy a magasabb lövegtoronynak az aljához kell lőni. De ehhez finoman szóval is óriási szerencse kell, hogy ezt valaki az akkori technikával oda tudjon lőni. Az nem tudatos, de azért a nagyszámok törvénye alapján egy idő után bekövetkezik. Ugye ezeket a hajókat tekintik második generációs Drodnóknak. Van, aki egyébként nem száll be az első generációban, hanem kapásból a második generációnál indít, például az Amerikai Egyesült Államok a Dél-Dakotával, igen, például a Dél-Dakota osztály az kapásból már második generációs, és igazából sokat lehet spórolni, hogyha valaki ilyennel indított azonnal. Ugye átveszük a technikai újítást. A németek természetesen erre is válaszolni kell. Ugye Neptunnak az alakja megvan, lépünk tovább. A Moltke, ami egy csatacirkáló, a Moltke osztály, érdekes módon ugyanolyan lesz az alakja. Mind a kettő hajót, a Moltkét és a Göbent is Hamburgban építették, ugye ez már 25 000 tonna fölé ment teljes terheléssel. A fegyverzetük az 10 darab 280 mm-es ágyú. A németek ehhez érdekes módon ragaszkodnak, hogy a csatacirkálóknál nagyon-nagyon későn emelnek 305 mm-re, a fölé meg soha, és a csatahajóknál is csak a legvégén jutnak el a 380 mm-ig, ami ugye a 15 hüvelyk, míg a britek azok 305-től indulnak, és 380-ig az utolsó csatahajóik már az első világháborúban is 380 mm-es ágyukat hordoznak. Ugye van közepes tüzérség, légvédelmi tüzérség, torpedók, 28 csomót tudott, ez abban a korszakban kimagaslónak mondható, 52 000 lóerővel, hát lára is volt annyi amennyi, ugye bőven 40 millió fölött, jó tengerjárók, nyugodt mozgással és nehéz fordulással, így jellemezték őket. Ja, a képen a Moltke és a Göbben látható ez a Révkalauzi típuskönyvben való megjelenésük. A Moltke, a propaganda képes lappa, alul a Moltke New York kikötőjében tett vendéglátogatáson. Fölül a Göbben a propaganda képes lappa, alul a Göbben a még az első világháború előtt. Aztán az első világháború alatt,
már Isztambul kikötőjében, itt szintén Isztambul kikötőjében, de itt már a II. Világháború után, kicsit ugye látható, hogy átfestve, és akkor itt az utolsó képe a Göbennek, ami a Göbennek a hajó csavarja, ugye ennyi maradt a Göbenből, ennyit őriztek meg az utókornak a törökök, többit lebontották, de 1970-es években bontották le a Göbet, addig a török flottának a zászlós hajója volt. Fantasztikus teljesítményt nyújtott egyébként az első világháború alatt. A három orosz csatahajót, amelyik a Fekete-tengeren állomásozott, azt simán fogocskázott velük a maga logikája szerint. És volt, hogy például nem tudták a törökök javítani a Göbent, azaz amikor léket kapott, akkor fogták és bebetonozták a léket. Mondjuk az úszó képességének nem feltétlenül tett jót, de ilyen nap meg partra futtatták, mert már nem tudtak vele mit csinálni. Igazi kalandokat élt meg, akkor már ugye kegyetlen Szelim szultán néven a Göben, és mint mondom, az egyik utolsó drődó típusú csatahajó volt, amit kivontak a szolgálatból. Gyakorlatilag csak az amerikaiak élték túl, de hát azok klasszisokkal modernebbek is voltak, mint ez a hajó. A következő az a Kaiser osztály lesz. Ugye megint láttuk a Neptunt, ugyanaz a lövegelrendezés. Ugye építik Kielben, Hamburgban és Danzigban a hajókat. 1909 és 13 között a Friedrich der Grosse-t azért emelném ki, az osztály második hajója volt, mert ez lesz a német flottának a zászlós hajója. A jütlandi csatában ezen hajózik Reinhard Scheer tengernagy, és valójában csak a Bayern a háború utolsó két évében, 17-ben és 18-ban veszi át tőle a zászlós hajói minősítést, de a Bayern ugye komoly akcióban nem keveredett, így aztán a valaha volt legnagyobb tengeri csatában a német oldalon a Friedrich der Grosse volt a zászlós hajó. Ezen kívül a Kaiser, a Kaiserin, a König Albert és a Prinz Regent Luitpold, ugye a Leopold Regens herceg az osztálynak a tagjai. Ugye 27 ezer tonnát értek el már maximális terheléssel, fegyverzetük 10 darab 305 mm-es ágyú. Ugye megvan a másodlagos tüzérség, szintén gyors tüzelőágyú, légvédelemmel kikeményítve. 22 csomót tudtak, ez a németeknél már komoly teljesítménynek számított. Ezek már gőzturbinás hajók voltak. Széntüzelésű, de gőzturbinás hajók. Ugye 45 millió körüli az értékük, és nagyon jó tengerjárók, így jellemzik őket, mindenféle salon nélkül. Ugye, kicsit tovább lapozunk, ugye ismét a típuskönyvből idézve ugye a Rév Kalauznál, ugye a Leopold Regens herceg az ebbe különbözött, a Friedrich der Grosse és a Kaiser ebben, szóval most erre szoktam azt mondani, hogy megint ember legyen a talpán, aki ezt így észreveszi egy képen, mindenkinek tudom ajánlani, hogy hajrá. És akkor ugye a flotta zászlós hajója, propaganda képes lap és egy Zeppeliről készült fotó. Akkor a Kaiser, a Kaiserin. Azt zárójelben jegyzem meg, hogy például a Kaiserinről alig van kép. Ugye ez már a bontásáról készült fotó. Akkor ez a König Albert, erről is alig van kép. És akkor a Leopold Regens herceg az utolsó. Ez nem fénykép, ez festmény. A következő a német flotta talán legtöbbet szereplő hadihajója, az Aiglitz. Az első világháború összes komolyabb tengeri ütközetét végigharcolta, és végigküzdötte. Van, amelyikben komolyabb gyűjtögető életmódot folytatott, mármint a találatok tekintetében. Hamburgba építették, ugye az osztálynak egy hajója volt, ugye 25 ezer tonnát elérte majdnem üresen, teli meg már 30 ezer felé közelített. Fegyverzete az 10 darab 280 mm-es ágyú, a Moltkén begyakorlott rendszer szerint felrakva. Másodlagos tüzérség ugyanaz, gyors tüzelőágyú kicsit kevesebb, 26,5 csomót tudott, ez szintén egy nagyon komoly teljesítmény volt, viszont ugye itt már 67 ezer lóerőt adtak le a gépek. Azért az zárójelben jegyzem meg, hogy mondjuk ez a Bismarck esetében a második világháború ilyen 175 ezer lóerő. Szóval meg a Hood esetében az első világháború végén is már ilyen 110-120 ezer lóerőkről beszélünk.
Szóval ahhoz képest ez a 67 ezer, ez még a fele sincs. Ugye majdnem 45 millió márkába került, ugye jó tengerjáró, nyugodt mozgással, nehéz fordulással, mint csatacirkáló betegségként automatikusan megvolt. Ugye a Rivkalauzi típuskönyvből a hivatalos képe, propaganda képes lap, Zajlitz a háború előtt, és akkor csak úgy a hajónak a képességeit. Ugye látjuk, főfedélzet az itt van, fölötte a kazamaták, itt pedig egy első fedélzet, hogy mit bírt el ez a hajó. Ugye, Jutland után. Ugye, nézzük meg, itt a címer, az itt van. Ugye, ez a különbség. És ez a hajó, ez problémamentesen, ilyen állapotban, problémamentesen idézőjelvet éve, 36 órával később, mint a többi, de befutott Wilhelmshaven kikötőjébe is, be tudott hajózni. És ilyen, mit tudom én, három csomóval tette meg a történetnek a nagy részét hazafelé, mert azt hiszem 28 találatot kapott, ami iszonyatos mennyiséget. Volt ilyen megjegyzés, hogy mit tudom én, itt-ott elárasztás van a hajón, ez a főmérnök jelentette, de kapitány úr, a hajó halad előre és tüzel. A többi nem érdekes. Kész. A főtüzérsége, a melléktüzérsége az már nem üzemelt. No, és a következő lépcső az a középvonalra tett lövegtornyokkal készülő csatahajók. Ez a brit 5. György királyosztálynál, ez az első 5. György királyosztály, mert ugye a második az majd a II. Világháborúban jön. 1911-12-ben jelennek meg ezek a hajók. Az előnyük az, hogy mérhetetlenül stabil lesz a hajónak a tűzvezetése, és nem kell itt a jobbra-balra lévő lövegtornyok miatt kiigazítgatni. Itt egy darab központi harcálláspontból, ami itt van a Parancsnoki híd felett, zárójelben jegyzem meg, jellemzően a parancsnok is itt szokott tartózkodni. Innen lehetett vezetni a hajónak a tüzét, és innentől kezdve össze lehetett hangolni teljesen normálisan a főtüzérségnek a működését. A brit hajó erre a hajóosztályra, a németeknek a válasza az a Königosztály lesz. Ugye ezt Wilhelmshavenben és Hamburgban, Brémában és Kielben építik őket. Ugye a König, a Großer Kurfürst, a Markgráf és a Kronprinz lesznek a hajók. Ugye majdnem 30 ezer tonnát már elérik, fegyverzetük az 10 darab 305 mm-es, és igazából ezeket az ágyúkat előre 4-et, hátra 4-et, oldalra viszont mind a 10-et tudták használni. Ugye közepes tüzérség adott, azon úgy nagyjából nem változtattak, a gyors tüzelők számát kicsit levették, 21,3 csomót tudott 38 ezer lóerővel, és ugye körülbelül 45 millió birodalmi márkába kerültek. A zárójelben jegyzem meg, hogy itt már az utolsót azt a háború folyamán adták át, és ott akkor ugye elkezd mozogni az árfolyam izgalmasan. Nagyon jó tengerjáróként minősítették ezeket a hajókat. És itt a Königosztály, ugye megint a Kronprinz Wilhelmnél kicsit átalakítják a főárbóc kosarat, mondom, mindenkinek gratulálok, aki ezt észreveszi. És akkor ugye elsőként a König, egy propaganda képes lap és egy festmény róla. A következő a Großer Kurfürst, szintén egy festmény. Itt látható maga a hajó, és ugye a német síptengeri hajóval kihajózik Wilhelmshaven kikötőjéből. Egy kicsit heroizáló képről beszélünk. Akkor a Markgráf, a Markgráf Zeppelinnel, az első lövegtornyokkal. Egyébként gyakorolták a Zeppelinekkel való együttműködést a németek, ugye a Zeppelineket ebben az időszakban ők felderítő erőként használták. A britek azok kapásból hidroplánba gondolkodnak. Csak ugye a hidroplánt azt tudjuk, azt vízre kell tenni, meg utána be is kell gyűjteni a vízről, ami azért mondjuk úgy harci sebesség mellett nem olyan egyszerű. És akkor az osztálynak az utolsó hajója is itt látható. Szintén festményről. És akkor eljutunk a csatacirkáló kategóriának a csúcsához. Sőt, sokan azt mondják, hogy ennek az osztálynak a hajói voltak az első világháború legjobb hadihajói, mind a brit, mind a
német flottát tekintve, és ez a Der Flinger osztály lesz. Ugye Hamburgban, Danzigban és Wilhelmshavenben építették a három hajót, ugye a Der Flingert, a Lützót és a Hindenburgot. Ugye látható, hogy 1912 és 17 között készültek el, a Hindenburg az például nem jutott el a jütlandi csatáig. A Lützó is éppen a jütlandi csata előtt állt szolgálatba, az volt az első komolyabb harci bevetése, egyben az utolsó is, mert az viszont elsüllyedt, az a felé jövet. Ugye ők már átlépték a 30 ezer tonnát, fegyverzetük az a 8 darab középvonalra elhelyezett 305 mm-es ágyú, közepes tüzérség értelemszerűen, kisűrű méret szintén, torpedók 26,5 csomót tudtak, ez kétségtelenül kevesebb olyan 1,5 csomóval a brit, szóba jöhető brit ellenfeleknél, viszont ehhez képest mérhetetlen jó volt a találattűrő képességük. A Der Flinger meg az Eidlitz gyakorlatilag problémamentesen szembe tudott nézni a brit csatahajókkal is, míg ugyanez a brit csatacirkálókra nem mondható el, sőt a Der Flinger például a jütlandi csatában olyan beszélések szerint minimum 19 találatot kapott. De az Eidlitz az olyan 25-28 közé, a Lützó az 30 köré tippelik, csak a, ami eltalálta a hajót, ami mellette robbant, az még ezen felül jött. Ugye, mutatja az áruk is, hogy igen jó hajókról beszélünk, és ugye jó tengerjárók voltak, viszont ugye a Der Flingernél is kijön az, ami egyébként minden német hajónál kijön, sőt, majd a II. Világháborús tervezéseknél is, hogy rövid az orra és viszonylag lapos, és ennek megfelelően a viharos tengeren dobálja magára a vizet, és ennek következtében viszont a lövegkazamaták azok vizesednek. Különösen a közepes tüzérségnek a lövegkazamatái azok egy viharos tenger esetén tocsogtak. És hát az mondjuk jó, így nyáron senkit nem zavar, hát télen azért a mínuszokban, amikor úgy jön be a víz, az annak azért úgy nem örültek a tengerészek, különösen mikor a balti tengeren kellett a Der Flingerre manőverezni. Ezen kívül ugyanaz, mint a négy hajó csavaros megoldásoknál, hogy mérhetetlenül lassan fordult a hajó. Óriási volt az utánfutás, állítva 200 méterig gondolkodott, aztán kezdett egy szépen bekanyarodni. Hát igen. Ennek meg voltak a problémái. Bár igen, mondták, ez hát csak egy hajóhoz, hát az a, nem kell az a foglalkozni. Az osztálynak, hogy ezt már nagyon sokáig építették őket, ennek megfelelően mind a három hajó kicsit másként nézett ki. Ugye, felső a Der Flinger, alul a Lützó, itt a Tatnál is vannak különbségek, és hát a az első Ámbucnál, meg a Kapitányi hídnál, és a Hindenburg az a kettőnek az összeolvasztásából. Ez már egy ilyen utolsó jellegükként. És akkor ugye fölül a Der Flinger, ez a képeslap róla, itt pedig a Zeppelinről a Der Flinger, a Lützó, alul festményen a Lützó. A Lützóról egyébként nagyon kevés kép készült. Konkrétan én nem tudok olyanról, hogy fönnmaradt volna róla olyan fénykép, ami a kikötőbe készült propaganda képe. Az nem maradt meg róla. És itt a Hindenburg. Ez már a Hindenburg az angliai internálóhelyén, vagy bocsánat, Skóciában, Skipfoban. Ez pedig a Wilhelmshaveni kikötő előtt. Igen, ezt az élő Hindenburg tábornagyról nevezték el egyébként. No, és akkor eljutunk 1911-12-be. Ekkor egy kimondottan ambíciózus fiatalember kerül a brit admiralitás élére. Ő lesz a haditengerészeti miniszter, a bal oldalon látható figura. Sir Winston Churchillnek hívják. Majd amikor a II. Világháborúban szintén ő lesz a haditengerészeti miniszter, akkor csak így megy körbe a távirat, hogy Winston visszatért. Annyira nem örültek neki, ez zárójelben jegyzem meg. És ő visszahívja Fisher tengernagyot, mert ugye megint alkotni kell, és meg kell reformálni a Dreadnought építést, és újra reformra van szükség a brit flottánál.
és így Churchill és Fisher együttműködéséből megszületik a Super Dreadnought, ők abban az időszakban nevezték Super Dreadnought-nak, valójában a Dreadnought típusú csatahajóknak a harmadik generációja. Ez a harmadik generáció, a lényeg az, hogy gyors, az 25 csomónál már többen mennek, ugye a kezdő csatacirkálók mentek ugyanennyivel, azaz ez már a jóval gyengébb páncélzatú csatacirkálót is utoléri és simán víz alá nyomja. Nagy a tűzereje, és emellett még megfelelően páncélozott is. Ez lesz a Queen Elizabeth osztály és a Revenge osztály. Ezek azok a hajók, amivel a németek már nem tudják tartani a lépést 1914 előtt. Tervezni elkezdik, sőt építeni is elkezdik őket. Ez lesz a Bayern osztály, de a Bayern csak 1916 végére készül el, és utána veszi át a flotta zászlós hajójának a szerepét, és ebből is a tervezett 4 hajóból csak 2 készül, a Bayern és a Baden, a másik 2 az lebontás sorsára jut, és ugyanez lesz az ebben a szellemben tervezett csatacirkálóknak a sorsa is, az a Mackensen osztály, az azzal a különbsége, hogy ott mindent lebontják a háború után. Emellett természetesen Fischer tengernagy a gyors csatahajók mellett, a Super Dreadnought mellett visszatér a csatacirkáló elképzeléshez is, annak ellenére, hogy már a csatahajó is elég gyors, de neki még gyorsabb csatacirkáló kell, és ez ilyen irracionális csatacirkálókhoz fog elvezetni, amiről majd szintén ezek majd csak a háború második felében állnak szolgálatba. Mondhatnám azt is, hogy hála Istennek, mert így Jutlandnál nem tudták őket levadászni. És ezek az irracionálisan tervezett csatacirkálók lesznek majd utána a brit flottának a szégyenfoltjai, vagyis ilyen érdekes melléknevekkel ihletik őket, de ezt majd a következő alkalommal elmondom. Na ez most mit csináltam? Na most mit? Azaz, jó? Bocsánat. És természetesen azt megjegyzem, hogy ezek a hajók horribilis pénzbe kerülnek, mind a 2. Ezekben már a brit gazdaság is elkezd szép lassan beleroppanni. És így látszik is, hogy a teljes időképességén. Azt csak mellékesen jegyzem meg, hogy mikor ez a két úriember elkészíti a haditengerészet költségvetését 1913-ra, akkor elővezetnek egy ilyen kérdést, hogy ugye hány csatahajót kéne aznak arra az évre betervezni. Mármint annyit rendelnek. A parlament 4-et szeretne, a flotta 6-ot. Most ugye tippeljük meg, hogy mennyi lesz. 10. Hát 4-6. A Queen Elizabeth osztályból is 5, és a Revenge osztályból is 5. Az más kérdés, hogy a Queen Elizabeth-et azt 6-ra tervezik, a Revenge-t meg 8-ra. De a háború vége felé már leállítják a majdnem kész hajóknak az építését is, mert nincs rá szükség. És akkor még pár kép, ígérem, most már lassan vége. Az első, az a Queen Elizabeth osztálynak az első vázlatrajza, ugye a Queen Elizabeth, a Warspite, a Barham, a Vaillant és a Malaya. Ez lett az első formája ennek a csatahajó osztálynak. A hajóknak a rendkívüli képességei mutatja azt, hogy ezek a hajók végig szolgálták a második világháborút is. A Barham kivételében az tengeralattjáró torpedó miatt elsüllyedt, torpedó találat következtében, de a másik 4 az utána, a háború után került kiselejtezésre és bontásra. A következő osztály az pedig a Revenge osztálynak a hajói. De látható, hogy ugyanaz, annyi, hogy a kéménynek az elhelyezését egy kicsit racionalizálták, majd a Queen Elizabeth osztály átépítésekor is szintén racionalizálják a kéményeket, és akkor már csak egy kéményes lesz a hajóosztály. A két hajóosztály között igazából egyetlen egy különbség van, az, hogy ez olajtüzelésű kazánokkal dolgozik, azaz ők a gyorsabbak, ők pedig széntüzelésű kazánokkal dolgoznak, ennek megfelelően lassabbak.
Ez azt jelenti, hogy ők csak ilyen 22-23 csomót tudnak, a másik osztály az 26-27 csomót is tud, ha túlterhelik a kazánokat. És az a teljesítmény, az a tűzerő, az a méret, amivel már Németország nem tudja felvenni a versenyt. És egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy ezek a hajók is utána modernizálás következtében elsőként a szenes kazánokat kihajítják, és lesz olajkazányuk. Szintén végigküzdik a második világháborút, és ezt úgy kell érteni, és ezért rendkívül a teljesítményük, hogy a modernizálás az csak a hajtóművekre meg egy minimális fenntartásra vonatkozott. Olyan átépítés, mint amit ezeken a hajókon megejtenek, nem kaptak. Így gyakorlatilag 1944-45-re már anyagszinten elöregednek. És nem tudnak velük mit kezdeni, és el kell kezdeni őket kiselejtezni. De például ugye ezek a Revenge osztály, vagy az R osztály, vagy a Royal Savareng osztály, ahogy emlegetik, például a Royal Savarenget eladják a Szovjetuniónak, és az Arhangelsk néven fogja befejezni a pályafutását. Tehát mondom, ezek is rendkívüli képességű hajók. A Royalok, ugye azt tudjuk, amit Prinz kapitány elsüllyesz, megtorpedóz II. Világháborúban Scape Flow kikötőjében, de például a Royalokról annyit kell tudni, hogy átadják egy hónappal Jütland előtt a flottának, és utána meghajózik Jütlandra. És tüzel is minden probléma nélkül. Szóval akkor még a brit hajóépítés az föl volt a csúcson. És nagyon-nagyon komoly teljesítményre volt képes. És akkor ugye fönt a Queen Elizabeth, az első alakja. Egyébként a Queen Elizabethnek volt egy érdekes tulajdonsága. Ő szinte egész története során, néhány kivételtől eltekintve Alexandria kikötőjében állomásozott, és őrzi a Suezi csatornát, meg a Boszporuszt, meg a földközi tengert. Ez a szokára. Alul pedig a Revenge látható. Ez egy régebbi, vagyis egy későbbi kép róla. Ez 1920-as évek közepén készült. Ez egyébként közvetlenül a Queen Elizabethnek a szolgálatba állása után. És akkor te jutottunk oda, hogy 1914. június jön a szarajevói merénylet, és akkor a következő alkalommal össze fogom vetni a két flottát. Mind a britet, meg a németet, és egy kis esélylatolgatás a mi lett volna, ha. Természetesen utólag tudjuk, hogy mi lett, de ettől függetlenül lesz egy-két érdekesség, amit majd úgy el kell, hogy mondjak, ami kicsit az emberi tényezőről szól, mert eddig ugye csak szigorúan technikáról beszéltünk, szigorúan hajókról beszéltünk, szép hajókról beszéltünk, hogy most egy kicsit úgy más irányból is megközelítjük ezeket a hajókat, és nem feltétlenül a politika szemszögéből, ami ugye eddig még úgy ahogy érintőlegesen találkoztunk vele, hanem egy picit megpróbálom a rajtaszolgáló emberek gondolatait, elképzeléseit, ezeket vezető tengerészeknek a hozzáértését, ezt tegyük idézőjelbe, mert meg fogjuk látni, hogy ez nem mindig volt olyan töretlen a hozzáértés, meg olyan sikeres. Ezeknek az embereknek a hozzáállását ezekhez a hadihajókhoz, ami azért, hogy mondjam, legyünk őszinték, és ezt ahogy józanul végig gondoljuk, ebben a korszakban, 1914-ben nincs tömegpusztító fegyver. Az, hogy egy ilyen csatahajó eltalálja az ellenfelet, és egy lövéssel megsemmisíti, és az az egy megsemmisítés az akkor 30 milliót márkában, és még 1000 ember körül kivesz az ellenféltől, abban a korszakban ez a tömegpusztító fegyver. Nincs ilyen, hogy atombomba, meg egyebek. Azok majd később. Ugye a harci gáz is ugye véleményesen tömegpusztító fegyver, az egyébként is egy elég indulító fegyver, de ez az én magánvéleményem róla. Mondom, ezeknek a hajóknak egy nagyon-nagyon más logikájuk lesz a tengeren,
És itt jön az a kérdés, hogy mennyire ismerték meg a tengert a németek, az a körülbelül 50 év alatt, vagy a briteknek a sok száz éves tapasztalata fog nyerni, igen, az fog nyerni, vagy hogy az új technikát ki, hogyan, milyen hatékonysággal, milyen gyorsan tudja alkalmazni. De ezt majd akkor március 13-án, ha megtisztelnek a figyelmünket. És most köszönöm szépen Mára Egyet.